Jamaica a jamaicai a kép. Az életérzés viszont most a tiétek is lehet a Rhythm Colony-nak köszönhetően. Magyarország első eredeti nyelven zenélő reggae együttesét a frontember Geri mutatja most be nektek. A Rhythm Colony zenekar 2005 novemberében koncertezett először, előtte egy fél-háromnegyed évvel kezdett összeállni a banda. Misi, a Miguel, a dobosunk, ő alapította ezt az egész szettet, azzal a céllal, hogy végre legyen Magyarországon is egy ilyen igazi jamaicai stílusú reggae zenekar. Az volt a cél, hogy létrejöjjön egy olyan csapat, akik tényleg az igazi jamaicai stílust, a jamaicai irányvonalat követve, reggit is, dancehallt is, riddimeket játszva, patois nyelven, tehát ezen a jamaicai nyelven, ilyen igazi jamaicai típusú reggi zenét, de saját muzsikát, tehát nem feldolgozásokat, hanem saját zenéket játszanak. A Misi, a dobos, Ricsi a gitáros, Laci a bassgitáros, meg én, akik itt vagyunk a kezdetektől fogva, tehát amióta megalakult a zenekar. Többiek így, rengeteg ember megfordult már a bandában, így jó nagy cserélődés volt. Én vagyok az énekes, aki írja a számokat, szóval az énekeket, a szövegeket. A zenék azok úgy készülnek, hogy körülbelül úgy a fele a zenéknek, azok ilyen riddimek, mint ami a zenekar nevében is benne van, Rhythm Colony. Vagyis ilyen nemzetközileg használt, jó részt Jamaicában, de úgy most már világ minden táján készülő ilyen zene alapok, tehát ilyen instrumentálokra, riddimekre én írok egy saját számot. Másik fele az meg full saját szám, tehát a zene alapot is mi csináljuk hozzá. Ez a, mondjuk úgy, hogy reggae nyelv, ez a patoá, ez a jamaicai angol dialektus, egy ilyen broken English, az angolnak egy olyan formája, ami a rabszolgák által beszélt nyelvből, ilyen ghetto slangből alakult ki. A szókészlete, meg az eléggé leegyszerűsített, meg sajátos nyelvtana, és főleg a kiejtése miatt szinte érthetetlen még angol anyanyelvűek számára is, aki nem nagyon van benne ebben. Viszont a prozódiája, valahogy a ritmusa, a lüktetése nagyon-nagyon-nagyon jól passzol a reggae zenéhez, a modern reggae zenéhez, a dancehallhoz még inkább. Én azért is csinálok reggae zenét, meg mi azért is csinálunk reggae zenét, mert nyilván a mondani valója ennek az egésznek az nagyon közel áll ahhoz, amit én gondolok a világról. Ami számomra a rasta és a reggae zenének, meg az én zenémnek a fő üzenete, az, hogy minél inkább harmóniába próbáljunk megélni egymással és a természettel, sokkal tudatosabban, sokkal több tisztelettel, sokkal több szeretettel, sokkal több alázattal egymás iránt és a környezetünk iránt. Igazából ezek nagyon-nagyon egyszerű dolgok, meg nagyon elcsépelt dolgok a szavak szintjén. Csak a tettek szintjén, meg mégis, hogyha körülnézünk, akkor nem úgy látjuk, mintha elfelé menne a világ. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mondjuk ezen a sokak számára könnyen fogyasztható zenén keresztül is, hogy így minél inkább minden alkalmat megragadva eljusson ez az emberekhez. Real joy and pleasure, I get the way you need. Full satisfaction, yes indeed. You're so sweet, yeah you are lead.